Ezt kézzel sokkal egyszerűbb, mert belecsipsz a izéjébe. Ide, légy szíves, fogja te normális esztetben. Akarom lebjönni. Úgy van, hogy ez villámlott. Jól van, kedves párom, én meg kullancsokat szedek ki a gyerekekből most már. Virág, köszönöm, hogy ide. Sziasztok, kérem. Elveszett a rengeteg. Tessük, be kell rakni a kannákat a helyükre. Ragaszd a tarisznyát, az első kannákat. Nincsen a helyén. Aki felszik, az menjen be. Óvatosan ne lepöldet. Menjetek föl. De ez az ősi tudás, ez olyan erőt ad, illetve tudatosságot az embernek, hogy nem lehet legyőzni. De egyféleképpen mégis fölé lehet kerekedni, hogy a tudást, ha elrejtik, akkor nem emlékszel rá. És nem fog emlékezni a gyermeket, gyermekeinek gyermekei sem. Illetve akik tudták élő emberként, azokat megölték. És a könyveiket is elpusztították. Írásaikat, szobraikat, amiben belevisték a tudást, azt mind pusztították. És így már nem emlékeznek a ma élő emberek, arra, hogy hogyan lehet tudatosan élni. Mert hogy boldog szeren azt vállaltuk, hogy mi egy kicsiben a saját tudatosságunkat erősítjük. Ezért vagyok ilyen szigorú, én is, nap-nap, mert látom, hogy mire vagytok képesek, és csak én azt kérem számon. Mert mire felnőttök, szeretném, hogy olyan tudatosak legyetek, hogy ne legyetek rabszolgák. Hozzam be a kannát! Hú, is hába volt!